Kívánok, én Dr. Kovács József vagyok, a Kirko Szabadegyetem vezetője. Megyünk tovább a párkapcsolati témában. Azt azért tudni kell, hogy a családban bármilyen szituáció is keletkezik, azt mind a két fél okozza, nem csak az egyik. Ha jól megnézzük a mai világot, bizony a mai világban egy ilyen nem hivatalos, matriarchátus uralkodik. Ettől a férfiak szenvednek, na de a nők is. Nincs matriarchátus. Hát nézzük meg, hát amikor a hadseregek vezetői nők különféle országokban, az nem matriarchátus. Amikor miniszterelnökök nők, az nem matriarchátus, vagy miniszterek. Tehát kicsit gondolkozzunk el. De hát ismétlem, a nők is szenvednek, meg a férfiak is. Hisz sokszor beszélgetek olyan hölgypáciensekkel, akik hangsúlyozzák, hogy szükségük lenne egy olyan férfira, aki azt mondja, hogy ezt akarom. Aki rájut az asztalra, megmondja, hogy ő azt akarja. De persze nem durva a nővel, de úgymond udvariasan erőszakos. Erre vágyik a legtöbb nő. Talán még a katonás nők is ilyen férfira vágynak. Nagyon sok nő beszél nekem arról, hogy egy olyan férfira vágyik, aki ő érte él, és akkor ő megadná magát, ő hagyná, hogy a férfi irányítsa őt, de ehhez az kellene, hogy a férfi kinyilvánítsa az akaratát. Amit a mai férfiak nagy része, tisztelt a kivételnek, nem tudnak, nem képesek rá. Ennek több oka van, most ezt hagyjuk. Egy ilyen férfi mellett, szokták mondani a nők, ő nyugodtan élne, mint a kínai nagyfal mellett. De hát a páromat nem érzem férfinak, mondják ezek a lányok. Ő nem így viselkedik. És én nem akarom őt még akkor sem, amikor lefekszünk egymással. Gyakran még akkor sem akarom őt, és ha megmondom, ebből csak torzsalkodás származik, és veszekedés. Hiszen a férfinak, mint tudjuk, a legfontosabb a szex, utána a kaja, aztán a többi. Tehát látjuk, hogy a modern nők is vágynak arra, hogy egy igazi férfival éljenek. Ugye itt nem az izomtömeg nagyságára gondoltam, hanem arra, ami belül van a férfiban, a belső értékekre. Természetesen minden nőnek más jelent az ideális férfi, és hát sok nő úgy 40 körül már belenyugszik, hogy ideálisot nem talál, de akkor legalább egy normálisat szeretne találni. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a többit gyorsabban meglátják. Viszontlátásra!